főleg gerelyhajításban. Pici hátszelük van, hogyha minden igaz, és ez semmiképpen nem segíti őket. No, és akkor férfi 200. Jó kis mezőnyel. A 9-esen kezdik a bemutatást. A világidei negyedik legjobbjával rendelkező Aaron Brown Kanadából. Egy nagyon jó váltófutó. Mellette majd a honosított török Ramil Guliev a 8-ason. Kétszer volt ő már VB döntős, tavaly Pekingben 6. volt. Egy nagyon tehetséges, mindössze 20 esztendős amerikai fotó Trayvon Bromell. Az idei fedett pályás világbajnokság aranyérmese 60 méteren. És a tavalyi pekingi VB-n 100-on bronzérmet nyert. Aztán Alonso Edward, Diamond League versenyekről is ismerős lehet sokaknak. 2009-es VB ezüstérmese. Egyelőre az övé az 5. legjobb idő ebben az idényben. Ameer Webb mellette majd az 5-ösön. Mezőnyben jelen pillanatban ő rendelkezik a legjobb idővel. 19.85-tel, és ez egyéni rekord. És mellette pedig a 4-esen Christophe Lemaitre. Az első fehér ember, aki 10 másodpercen belül futotta a 100-ot, szerintem sokan emlékeznek rá. 4-szeres Európa bajnokról van szó. Gavin Smalley mellett a Kanadából. Moszkvában világbajnoki bronzérmes volt a kanadai 4x100-as váltóval. De váltófutásban van neki Diamond League győzelme is, bár ugye ezek a versenyszámok mindig hátrébb szorulnak. Roberto Skyers Kubából, majd a 2-esen. Pánamerikai játékok győztes volt 2011-ben, és hazai versenyző Eseosa Desalu, egy nigériai származású, de olasz állampolgár, 22 esztendős, 20-69-el, ez azért messze elmarad a mezőnyben leggyorsabb versenyzőktől. A 4-esen tehát Lemaitre talán a legnagyobb név, aztán Ameer Webbre érdemes figyelni, majd az 5-ösön, Alonso Edwardra a 6-oson, Bromell a 7-esen, Guliyevre is a 8-ason, és Aaron Brownra a 9-esen. A 6-oson Alonso Edwardnak volt valami problémája itt az indulásnál. Föltette a kezét, ugye jelezte, hogy valami nincs rendben, ez szabályos. Az elmúlt Diamond League versenyeken, a sprinttávokon elég sok kiugrást és kizárást is láthattunk. Úgyhogy most újra be a startgépbe. Alonso Edward volt tehát, aki egy picit késleltette ezt a rajtot. Nagy versenyt futhat, lehet, hogy jobban rákészül a kelletén arra, hogy megverje Webbet, hiszen Dohában kikapott az amerikaitól. Na most már elsőre jönök, és nagyon jól volt rajtolott fölül pirosban Bromell, említettük, hogy nagyon-nagyon tehetséges fiatal versenyzőről van szó. Alatta ugye jön Alonso Edward, és Webb is az 5-ösön. Webb most elmegy a többiek mellett, és még nagyobb sebességre kapcsol. Egy picit még jön mellett Alonso Edward, de Webb meg fogja nyerni ezt a versenyt. Menj, mekkora idő? 20.05-tel. Alonso Edward egy picit elrontotta itt az utolsó 70-80 métert, mert úgy tűnt, hogy rá tud még kapcsolni, és utol tudná érni Webbet. De Webb még jobban elfutott tőle. Nagyon állapotban van Ameer Webb. Szó se róla, újra bizonyítja azt, amit már láthattunk Dohában. Ez most egy picivel rosszabb idő, de azért rendben volt ez a futás. Igen, ugye 19.85-je volt neki Dohában május elején. Hát jó, hogy ilyen eredményekkel nagyon magabiztosan készül az amerikai válogatóra, amelyet majd Eugene-ban rendeznek július elején. Nézzük, hogy jött el Bromell.
mint a rakéta, és aztán ott kezd eljönni Alonso Edward, és itt, ahogy befordulnak, itt már Webb vezet. Igen, itt az utolsó 80-90 méter volt az, amit Ameer Webb behúzott. És közben a 9-esen talán Brown volt az, aki bejött másodiknak. Igen, szerintem igen. Edward a harmadik, Lömet. Igen. A negyedik. Hát említettük, Brownnak is nagyon jó ideje volt. Egészen pontosan 20 másodperc. Webbet még látjuk a mai napon, majd százan is rajthoz áll. Na, hát megvan neki a második Diamond League győzelme. Dohában ugye szintén győzni tudott, akkor Alonso Edwardot győzte le. És így van a kanadai Aaron Brown bejött másodiknak, de mindössze egy századdal előzte meg a panamai Alonso Edwardot. Lemaître a negyedik, Guliev az ötödik, és egy picit meglepő, hogy Brommel